Danke prima gut, danke prima gut, tschüss auf Wiedersehen. Danke prima gut, danke prima gut, danke prima gut, tschüss auf Wiedersehen. Scherer Csabai Gyöngyi 8 évig tanított a szekszárdi DNS Valéria általános iskola alsó tagozatában. 2017-ben született a kisfia, akivel számos baba foglalkozást kipróbáltak. Azonban nemzetiségi tanítóként nagyon hiányzott számára egy olyan program, ahol a gyerekekkel német mondókákat, dalokat énekelhetnek. Bakke, bakke, kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer hier guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen, Eier und Salz, Zucker und Schmalz, Milch und Mehl, Safran mag den Kuchen gehen, schieb, schieb in den Ofen rein, yeah! 2018-ban született meg az ötlet, hogy szeretne németül babás foglalkoztatót tartani. Eleinte barátokkal, ismerősökkel jöttek össze, majd többek között Bonyhádon a német önkormányzat támogatásával kezdett el ingyenes hangulódó játszóházat tartani németül. A fejlesztő része az természetesen, mint pedagógus, ugye mindenre próbálok odafigyelni, tehát ugyanúgy nem csak az idegen nyelv, nyilván ez egy dolog, de ugye az, hogy a picikéknek a finomotorikai mozgás, tehát a kis kezecskéjük, a mozgásfejlesztés, minden legyen benne, és itt ezzel nem csak az, hogy eljönnek egy babafoglalkoztatóba, mint minden bármilyen másik babafoglalkoztatóba, maga a szociális hangolódás is, hogy alkalmazkodunk egy kicsit másokhoz, megtanulunk másokhoz is alkalmazkodni. Tehát itt minden van, tapsolás, mozgás, futkosás, ugrálás, guggolás. Tehát mindent, amit egy ilyen picikének már úgymond, aki már elkezd járni, már elvárható dolog. Tulajdonképpen 0-3 éves korig bárki jöhet, tehát volt már olyan anyuka, aki a 6-7-es picikejét is elhozta. Igazából a zene, az ének, a mondóka, a ritmizálás, ez tulajdonképpen már az anyamékben is egy nagyon fontos szerepet játszik egy pici babának. Hát még amikor már élőben hallja, és itt van, és közöttünk van. De tulajdonképpen mindenféle korosztály, tehát amikor nyári szünet van, akkor az óvodás nagytesó is el szokott jönni, sőt, vannak olyan helyek, például Cikón vagy Hidason volt olyan, ahol az iskolás nagytesók is eljöttek, és ők is játszottak velünk. Amit máshol magyarul kapnak meg, itt németül kapnak meg. Tehát itt csak német nyelvű mondókák, dalok vannak, akár zenék, amik ilyen populárisabb zenék, de a német nemzetiségi hagyományápolásra is ugyanúgy hangsúlyt fektetünk. Tehát tulajdonképpen itt egy olyan komplett képet kapnak a gyerekek, hangolódnak az idegen nyelvre, a nemzetiségi hagyományokra, a német dalokra, a német mondókákra. Úgymond hozzászoknak ahhoz, hogy létezik egy nyelv az anyanyelvükön kívül is. Tehát itt nem tanítunk, nem német nyelvet tanulunk, mert ugye ezt pedagógusként bátran merem állítani, hogy azt 6 éves kortól kezdünk mi az iskolában németet tanítani. Ilyen pici korban hangolódunk, óvodáskorban utánzunk, és utána jön az igazi tudatos német nyelvtanulás. Mi ehhez segítünk hozzá itt már babakorban. Gyöngyi elmondta, hogy sok olyan család van, akik sváb származásúak, ők is szívesen vesznek részt egy-egy foglalkozáson, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem tudnak németül, de szeretnék, hogy a gyermekük már kisbaba korban hallja a nyelvet.